Sziasztok, ez itt a 16-oson belül 31. adása, és ma Boér Gábor lesz a vendégem. Szia Gabesz, köszöntelek a műsorban, és szívből gratulálok az új csapatodhoz. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a gratulációt. Na hát elég érdekes, hogyan kerültél ide, hiszen az új szezont még úgy volt, hogy úgy kezdett, hogy ugye a Kazinc Barcika edzője lettél, ehelyett hirtelen egy osztályt léptél, és rögtön egy NB1-es klubnál, az Alaegerszegnél kötöttél ki. És először mik a benyomásaid, hogyan sikerült először így összerázódni a kerettel, hogyan sikerült megismerkedni az új helyjel, környezettel? Hát ugye még ez nem történt meg, majd csak egyszer fogjuk elkezdeni a felkészülést, ugye a pillanatban még a költözkedés van folyamatban. Ugye én Miskolcra költöztem a Kazincbarcikai szerződés miatt, onnan kell most áttennem a székhelyemet Zalaegerszegre, azért nincs közel egy másik a két város, és nyilván nem egyszerű megoldani ilyenkor ezt a részét, kilogisztikázni, hogy éppen mikor merre induljon el az ember, vagy a távolság, kevés az idő, de remélem, hogy a hétvégével bezárul a minden nyitott kérdése ebből a szempontból pont kerül, és akkor hétfőn már tényleg nyugodtan lehet kezdeni a felkészülést. Úgyhogy a megismerkedés az még várat magára, nyilván tájékozottam, meg a játékosokat ismerem, de még személyesen nem találkoztam senkivel. 34-35 évesen, 2017. március 24-én kineveztek téged az MB2-ben a Békés Csaba vezetőedzőjévé, és rögtön egy bronzérmet szereztél, hát lehetett volna ennél szebb éved akkor? Mert igazából ugye az első fél évben ideiglenesen voltam még, mint vezetőedző a szezon végéig. Ott egy olyan csapatot vettem át, aki nagyon nagy hullámvölgybe volt. A 9. helyen voltunk, és ott produkáltunk egy nagyon komoly veretlenségi sorozatot, illetve inkább ott egy győzelmi sorozatot, és még ott volt esélyünk arra, és hogy esetleg odaérünk a második helyre, azon végére egy kicsit elfáradt csapat, a 5. helyen zártunk, és ugye a következő évben volt az, amikor már egy teljes szezont a Békés Csaba vezetőedzőjeként töltettem a padon, már nem ideiglenesen, akkor már kineveztek, egy-két éves szerződést kötöttünk, és így a 6-3-ok lettünk. Azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot akkor, hiszen előttük végzett az MTK, illetve a Kisvárda. De két csapat azért komolyabb játékerőt is képviselt, ha a két keretet nézem, nem keretet nézem, illetve komolyabb ügyéből is gazdálkodhatok. Náluk már azért jobban elő volt készítve az osztályváltást. Nekünk talán a következő évben lehetett volna, de akkor viszont érkezett egy fiatalítás, akkor azért nem tudtuk megbúrani ezt a kérdőt. Utána kerültél a Győri Etóhoz, ahol ugye egy fél évet tudtál tölteni, 8 győzelem, 6 döntetlen, 4 vereség, azért nem olyan rossz mutató, mégis távoznod kell. Most hogy érzed ezt az etós kalandot, ez rossz döntés volt odaigazolni, vagy azért mégiscsak egy előrelépésnek érzed így utólag már? Én nem nagyon szoktam a döntéseimmel nem kibékülni, tehát én gondolom, hogy amit én hozok, megpróbálok mindig úgy racionálisan, és reálisan értük el a döntéseket. Így visszagondolva se érezni azt, hogy ez egy rossz döntés lett volna. Nem is vallottunk szégyen, úgy szerepeltünk, amit elterveztünk. Abban a fél évben valamiért a vezetőkuszban gondolták, hogy nem velünk képzelik el a folytatást. Az elvárás az az volt, hogy első évben együtt lenne az első hatba. Próbáljuk kialakítani egy olyan stabil vázat, amivel a következő évben már reális esélyünk lehet arra, hogy bekerüljünk az első háromba, és igazából a harmadik éve volt kitűzve azt, hogy kötelezően fel kell jutni. Mindezek ellenére ugye én úgy gondolom, hogy egy jó szereplés produkával nem tudtuk megtartani a vezetőedzői, illetve a pályaedzői állásoknak a Zsoltival. Sokat tanultunk abból az esetből, sokat tapasztaltunk, azt gondolom többek lettünk vele, és nagyon bízom benne, hogy olyan az élet az igazolja, hogy az is egy hasznos pont volt a pályafutásunkban. Szerint a Kazinc Barcika gyakorlatilag tétmeccsen be se tudtál mutatkozni, bár lehet, hogy ezt így már utólag annyira nem is bánod, így ezt az alaegerszegi kalandot így figyelembe véve, de mik voltak egyébként úgy a tervek Barcikán, mert egyébként észre lehetett venni, hogy most már tényleg komoly tervekkel áll elő a klub, tehát új név, új címer, új célok, új stadion, új edző. Mi volt ott az elképzelés, mi volt a Kazinc Barcikának a nagy terve veled? Igen, elég hosszan beszélgettünk és tárgyaltunk a Barcikai vezetőkkel a közös munkáról, és engem akkor nagyon meggyőztek mindazokkal a felállított terveikkel, céljaikkal, mint pedig a kommunikációjukkal, hogy egy komoly tervet szövegető kis klub lesz a jövőben a Kazincbarcika. A terv az volt, hogy első évben ott is mindenképpen lépünk előre, mint helyezésben, mint pedig játékban, próbáljunk majd egy olyan csapatot kialakítani, aki
eredményesek, és jön kifejezetten kérésünk a vezetők részére, hogy próbáljunk meg úgy képezni a játékosokat, hogy esetleg a piaci értékük is nőjön, és esetleg játékos eladásból ők tudja generálni bevételt. Azonban egy jó év lehetett volna, nagyon megszerettem a klubot, megszerettem a csapatot, a vezetőkkel nagyon jó volt a viszony, nagyon jól tudtunk kommunikálni, nagyon jól tudtunk együttműködni, de nyilván jöttek a lehetőség, és azt gondolom, hogy ennek nem szabadott most nemet mondani ennek a felkérésnek, és én remélem, hogy mind a Baltika, mint pedig mi megtaláljuk a jövőben a számításainkat. Az biztos, hogy elsőt nem nyertek, azért nem ilyen, viszont egy túl nyertek, én nagyon fogok szurkolni nekik, hogy elérjük a célokat, hogy kitűztek, és nagyon nagy szükség lenne ilyen hozzáállású vezetőségre, csapatokra, és ilyen klubra, a Baltika, hogy alakuljuk el sokra, mert ez viszi előre a dolgokat, én gondolom. És akkor térjünk rá az új klubodra, az Zalaegerszegre, ugye már megvolt a sorsolás, viszont eléggé nehéz sorsolást kaptatok, tehát rögtön az első három meccs Fehérvár, Kövest, Ferencváros, nagyjából így hány pontot vársz így az első meccseken az etétől? Hát, nagyon az etői, vagyis inkább az emberi oldalát nézem, én legjobb hallom magam, tehát 9 meccsen. Úgy pályára lépni, hogy tenni szeretnénk, de nyilván, ha reálisan nézem a dolgokat, és próbálom úgy, amit nekem nem szabad, mert azt mondom, hogy csak 7-6-5 teljesen egy hány pont, akkor nyilván a játékosaim is majd úgy fogják értékelni, hogy belefér egy-egy vereség, vagy egy-egy döntetlen akár a szereplésükre. Nem is beszélnék itt inkább pontoktól, hanem nyilván ez egy nagyon nehéz sorsolás. Ugye azért szinte az elmúlt év dobogós egy látjuk vendégül, illetve legyünk hozzájuk az első három fordulóban, a következő ugye nem került az első háromba, de az egy végig ott szerepelt a bajnokság során, és azt gondolom, hogy nem tudom a játékerőt, a játékos kereteket, a játékereket nekünk is a két legerősebb klubja, ugye a Ferencváros Videóton rögtön érkezik hozzánk az első három fordulóba, aminek én egyfelől örülök, mert biztos vagyok benne, hogy a közönség is nagy számba meg fog mozdulni. Nekünk is azért ezekre a meccsekre könnyebb felkészíteni, bármennyire is úgy csinálunk, hogy könnyebb felkészíteni a csapatot, mint esetleg egy olyan ellenfélre, aki nem egy korra estekkel rendelkezik, hiszen a játékosok is ilyenkor szeretnek megmutatni azt, hogy ők színe is jó futballisták, és ugye tudnak ilyen csapatot megmutatni. Ők átjúval benne, hogy nem lehet. A meglepetést okozni, és hogy benne, hogy erre fogunk készülni, és nekünk úgy kell felkészíteni a csapatot, hogy erre minden esélyünk meg is legyen. Na most ugye elég érdekes kicsit az Zalaegerszeg helyzete, hiszen hát rengeteg távozó van, meg rengeteg olyan játékos, akikkel tárgyaltok, tehát majdnem, hogy pár játékos lesz, amit az egész keret ki fog cserélődni. Egyelőre 6 érkezőt tudunk, akik biztosan most már Zalaegerszegen folytatják a pályafutásukat. Most mennyire lesz nehéz egy teljesen új csapatot építeni? Éremnek is két oldala van, én az én olvasatomban, hiszen valóban valamilyen szinten, hogy teljes egészében nem mondom, mert azért van azt egy olyan vált, amire lehet építeni, és vannak olyan játékosok, akik azért meghatározott voltak az előtérbe is, de ugyanakkor, amikor kicserélünk egy játékos keret, azért is jön egy új lehetőség, mindig lehetőséget biztosít arra, hogy a mi filozófiánkra, illetve azokra a játék elemekre igazoljunk, és úgy próbáljuk megerősíteni a csapatot, ahogy mi szeretnénk. Ugye amikor van egy adott keret, egy olyan keret, amit be kell ugrani akár évközben, nem nagyon van az edzőnek lehetősége, hogy mozgósítson dolgokat, illetve hogy cserélgessen dolgokat. Itt viszont most kifejezett kérésünk is lehet akár a tulajdonos, akár a sportigazgató felé, hogy milyen játékosokat szeretnénk, milyen típusú játékosokat szeretnénk a csapatba igazolni, és talán így egy kicsit jobban a saját arcunkra tudjuk szabni a gárdát. Úgyhogy biztos, hogy nem lesz egyszerű ez az építkezés. Én azt gondolom, hogy elegendő idő lesz arra, hogy ezt végig tudjuk inni. És nagyon remélem, hogy akár az előző évben is, vagy képes arra majd a rendelkezésükre. Vannak-e már kiszemelt játékosaid, akiket mindenféleképpen meg akarsz szerezni Zalaegerszegre? Természetesen vannak, de nyilván ezek a tárgyalások még most folyamatban vannak, és szeretnénk mindenképpen úgy igazolni, hogy minden egyik erősítést jelentsen.
ezeket már nyilván nem tudom még én a nyilvánosságra hozni, de már folyamatban vannak a tárgyalások, a kiszemeltjeink, és bízom benne, hogy majd számomra tudjuk őket előtt. Ugye most például Kun Bertalan volt a legújabb igazolás, ugye vele dolgozhattál együtt Győrben, és ő mondjuk a te jó voltadból igazolt Zalaegerszegre? Már előtte megkezdődtek a tárgyalások vele, és nyilván ahogy a papír aláírása került, utána egyeztettünk, illetve már előtte egyeztettünk a vezetékkel a játékos keretről, és abszolút támogattam ezt a döntést. Ugye a Bertivel dolgoztam egy időt, ahogy említetted, és a tehetséges játékosokat jelentünk, aki komoly jövőre előtt állhat. Nyilván ő még nem két játékos, és kell neki még szeret, illetve kip az első osztályba, de én nagyon szeretem ezeket a játékosokat bedobni a mérítbe, sokat dolgoztam fiatalokkal, és nagyon jól meg is találom velük a közös hangot, úgyhogy bízom benne, hogy a Bert lesz a következő olyan ember, aki tud debütálni az NBA-be és felhívja magára a figyelmet. Nekem sok játékosom került NBA-2 és NBA-1-es csapatokban, és szerencsére ettől egyik megállták a helyüket, tudtak előrelépni. Remélem, hogy ebben valamilyen szinten nekik is jelen volt. Tavaly a szezon vége felé már nem a bemaradás, hanem majdnem, hogy az Európa Liga selejtezője volt a célja az Zalaegerszegnek, annyira ott beindult a gárda, de most mégis kicserélődik, mégis új szezon. Na most nálad vagy a vezetőségtől feléd mik az elvárások? És sima középmezőny, vagy tényleg csak annyi, hogy maradjunk benne, vagy most már tényleg megpróbáljátok Európát megcélozni? Hát ugye egy nagyon nehéz bajnokságról beszélünk, ezzel nyilván nem mondok senkinek miatt. Ugye ez a 12 csapatos NBA-1, és ugye azért tényleg sem csapatnál minőség külföldi játékosok szerepelnek már, illetve válogatott sorát sikerült az olimpiai csapatoknak. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz azt megtippelni, hogy jól végez, nagyon kiegyensúlyozott volt az elmúlt években is. Ezzel abból indultunk ki, hogy legyen egy szinten maradás, ne kelljen aggódni egy sem azért, hogy esetleg a fejtváltunk a szezon végén. Ez az elsődleges célunk, ez az elsődleges célkitűzés. Emellett nyilván titkon mindenki abból bízik, hogy legalább meg tudjuk ismételni a tavalyi szereplést, és tényleg ott végzünk a középmezőnybe. Most nagyon, nagyon az álmaimat, illetve az álmainkat helyezem előtérbe, akkor nyilván szeretnénk előrelépni, de ez mindennek sikerülni kell, ez kell azért a szerencsefaktor is, hiszen azok a sérülések, amik esetleg még nem láthatóak, azok el kell, hogy kerüljék a csapatot, illetve nyilván a futballban azért jelentős szerepe van a szerencsének, úgyhogy így megtervezni, meg megmondani előre nagyon nehéz bármit is, de az biztos, hogy szeretnénk kiépkedni előre, szeretnénk eredményeset is lenni, és azt is szeretnénk, hogyha a jó futballt tudnánk játszani. Egy edzői karriered során így mik a céljaid rövid, illetve hosszú távon? Hát rövid távon mindenképpen az, hogy a legjobb általáját hétre hétre jól készítik, és tényleg egy olyan szezont produkáljunk, amivel tudjuk bizonyítani azt, hogy helyünk van a legjobbak között. A középhosszú távon az, hogy én szeretnék azért hosszabb időt eltölteni Zalaegerszegen, és szeretném azt, hogyha tényleg stabilan itt tudnánk dolgozni, és folyamatosan kiegyensúlyozott teljesítményt tudnánk nyújtani csapatunkkal. A hosszabb távú tervekben nyilván én azért kezdtem el dolgozni annól, és azért szerettem meg ezt az egész sportágat, illetve azon keresztül a lehetőségést, mert nagyot akartam alkotni, és nagyot akartam átni. Úgyhogy én a legmagasabb szinten gondolkozom, ez nyilván mindenkinek más. Nekem egy óriási álom lenne az, hogyha valamikor külföldön tudnék dolgozni. Nyilván gondolok olyan bajnokságokra azért, amit esetleg jobban jelentek, van sem magyar bajnokságok. Ennek nyilván most nagyon kicsi a realitása, és tényleg ez úgy álomszerű lenne, hiszen sajnos addig, ameddig a labdarúgás nem kerül egyen magasabb szintre, addig nyilván a magyar edzők sem tudnak külföldön munkát vállalni, de én úgy gondolom, hogy nem tudunk mi se kevesebbet a futballról, csak lehet, hogy egy kicsit a gondolkodásokon kell változtatni, hozzáállásokon kell változtatni, mondom ezt így teljesen az egészre kivetítve, és akkor biztos vagyok benne, hogy fog módosulni a megítélés. Ezt lehet látni az elmúlt évek tendenciáját, hogy fejlődik a futballunk, fejlődik a bajnokságunk, fejlődik a válogatott, és bízom benne, hogy rövid időn belül visszakerülünk Európa futballtérképére úgy oda arra helyre,
véget megilleti ezt az országot, hanem kevés országban szeretik ennyire a futballt csinálunk, és tényleg az lenne a legjobb dolog, hogyha a vége úgy és olyan pozícióba kerülne a magyar labdarúgás, hogy ott legyünk Európa legjobbjai között. Rendben, nagyon szépen köszönöm Boyer Gábornak, hogy a rendelkezésemre állt, és nagyon sok sikert kívánok Zalaegerszegi, illetve edzői pályafutásod során. Nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget, és nektek kívánok a futballszurkolóknak. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, sziasztok!